Kedves nézők, valódi szupersport, igazi sportprogram ma délután a Tuna Televízió képernyőjén. Mögöttünk már a körmendi szurkolótábor hangol a bajnoki rájátszás döntő mérkőzés első találkozójára. Ez ugye a férfi kosárlabda bajnokság döntője, tehát ahol a házigazda Danon Honvéd fogadja a már körben csapatát. Ma ismét Ránki Mátyás lesz szakértőnk, a Magyar Testnevelési Egyetem adjunktusa, aki már az én szavamat sem hallja, pedig itt van mellettem. Egy nagyon aprócska játékra kértük meg az edzőket, Katonai Imrét és Zsoldos Andrást, meg pedig arra, hogy tippeljék meg, hogy ez a mai találkozó hogyan végződik majd számukra. Ezt bontjuk most ki, kezünkben a Márk Körmend edzőjének, Katonai Imrének tippe. A Körmend tippje, plusz 4 ponttal vállalják, hogy idegenben is nyernek. Most pedig nézzük a házigazdákét, azt most én bontom már ki. Adom, közben elveszem a másikat. Zsoldos András egyszerűen csak azt mondta, hogy mindenképpen plusz lesz az eredmény. Magyarán mondva, ők itt hazai pályán nyernek. No, kedves nézők, ez rövidesen ki fog derülni, hiszen mintegy 15 perc múlva kezdődik a találkozó itt a Dózsa György úton. Maradjanak velünk addig is. Alig, hanem fokozhatatlan a hangulat, köszöntöm Önöket ismét. Tehát férfi kosárlabda bajnoki mérkőzés a rájátszásban. A döntő első mérkőzése következik pillanatokon belül. A körvendi szurkolótábor hihetetlen hangulatot varázsol ide ebből az icipici kis kosár paradicsomba, és hát ezt egy kicsit fájó szívvel mondom kosárlabda rajongóként. Közben a képernyőn a vendégegyüttes összeállítását láthatják. Ehhez az összeállításhoz csak annyit, hogy hiányzik Samir Mujanovic, a bosnyák vendégjátékos, a Márk Körmend együttesének legponterősebb játékosa, a porckorom sérvel bajlódik december óta. Itt a házigazdák összeállítása, addig gyorsan elmondom, hogy a Márk Körmend vezetőedzője, Patonai Imre, ugye ő jelenleg a válogatott edzője, és a két együttes már közben felsorakozott, hogy megkezdjék a találkozót. Pirosban egyébként a vendég Márk Körmend, és fehér mezben a bajnok, a címvédő, a háromszoros címvédő, legalábbis ami az elmúlt 3 évet illeti, annak a címvédője a Danon Honvéd. Ziegler a körmendi oldalról, és orosz ütje a labdát a házigazdák szempontjából. Mellettem a kommentátori állásban Ránki Mátyás, a Magyar Testnevelési Egyetem adjunktusa, ő lesz ismét a szakértője ennek a találkozónak, csak úgy, mint az elmúlt héten. Érdekes volt ez a labdaütés az előtt, hogy a nagyon magas Ziegler mellett a ruganyos orosz Benő 12-es száma sikeresen ütötte a labdát. Szájára adta zsebének. És ismét a Honvéd jöhet. Sitku ilyet meg attól, hogy megkapja a labdát, aztán nem feket óriázik. Az első kosaratát a Danon Honvéd szerezte. Gyorsabban jött ez a bizonyos első kosár egyébként, mint a múlt heti mérkőzésen, az elődöntő mérkőzésen. Azt hiszem ez a holdpont. Ziegler kapja, óriási tervetű játékos. Azonnal bent is van az egyenlítés. Mindkét csapat a magas játékosai mellé két alacsonyabb irányító, vagy egy irányító és ünnep hátvédjátékossal állt föl. Gyönyörű légszerelés ismét a gyűrűről leütött labda Ziegler részéről. Az egyébként gyorsítja is a játékot. Egyértelműen. Ha jól sejtem, hiszen az alacsonyabb termetű játékosok jobban tudják irányítani, vinni a labdát, gyorsabban is futnak. Kuzmin végezte el. Mészáros. Kuzmin egy hárompontossal, ő ugye a Danon Honvéd hárompontos dobója, igazi hárompontos specialista. A múlt héten 20 pontot dobott egyébként, abból csak 3 volt. 3 pontos zsebe. És Hencsei mutatja, hogy induljon a figura, induljon a játék. Ziegler. És még Hencsei egészen távolról, és bent van a 3 pontos. 5-2. Hencsei azt hiszem a pályán lévő játékos közül jelenleg a legfiatalabb, nagyon tehetséges
utánpótlás válogatott is volt. Sipku eredménytelen most. Egy Szájer lódul meg. Nem igazán nagy elánnal, megvárja még a többiek fölzárkóznak. Edmondson. Hoppá! Igazi amerikai mód, látványos zsákolás. Egészen távolról ugrott el, nézzék meg még egyszer. És még egy pillanatra le is húzza a gyűrűt a biztonság kedvéért. Megtartván egyensúlyát. Boros torgolódik, és egy hiba. Érdekesség egyébként, hogy a már Körmen csapata, pontosabban a Körmen csapata, ugye az akkori időkre gondolok, szóval az első együttes a magyar kosárlabdázás történelmében, amelyik vidéki csapatként tudott bajnokságot nyerni. 87 áprilisában lépéshiba közben Borosnál. A két együttes idegenbeli találkozóiról csak annyit, hogy egyet nyert a Körmend és 17-et a Honvéd. Egy távoli kísérlet, egy hiba, a kosár jó. Szájert ünneplik a többiek. Itt állok, illetve gugolok Patona Imre mellett. Szárnyakat kapott a Körmend, a Körmend rögtön a találkozó elején. Hát ez egy, megpróbáltunk gyorsan játszani az elején, hogy a hazai pályán pont ezzel lepjük meg a Honvédot, egyelőre sikerül. Köszönöm időkérés. Plusz magnézium pezsgő tabletta. Fokozza a szervezet stressz elleni védekező képességét, segít a koncentrálásban, erősíti az idegeket. A szükséges plusz magnézium. Aftershave imádja az illatát. De én többet várok egy Aftershave-től, mert a tenger frissességét a parton is érezni akarom. Ígéretekre viszont nincs szükségem, csak bizonyítékra. Ezért használom az Old Spice-t. Ez az Aftershave élénkítő hatóanyagaival hűsíti a bőröm és teljesen felfrissít. És az illata is nagyon jó. A bizonyíték? Nekem még mindig ő a legjobb bizonyíték. Old Spice Aftershave. Érezd a hullám frissességét, mert neked bizonyíték kell, nem ígéret. Ez pedig ismét az élőhelyszín, 10-2-re vezetnek a vendégek, igazi meglepetés, óriási kezdés, óriási iramú kezdés, Szájer, 11-2. Boros. Szájernél a hiba. Érdekes volt a Körmend kezdése azzal, hogy a távoli dobásokkal próbálkozott, és csak egyszer jutották be a magas Ciglerhez a labdát, és ez nagyon sikeresnek bizonyult. Sikku, két magas ember csatája. Ez szép volt. Amolyan kontra ugrás, vagy kontra mozgás, hiszen hátrafele repülés közben kellett elengedni a labdát. A Mark Körmend szempontjából 11-4. Edmondson elcsúszik, nem tudott elindulni Orosz mellett. Erőtlen próbálkozás. Kuzmin. Sipku. Az is bent van. Sipku azért vállalja így a dobásait, hogy elkerülje a Ziegler blokkolási lehetőségét, és ezzel egy nagyon magasívű dobással eredményesen tud támadni. Edmondson adja tovább. Szájer ismét Edmondson a labda útja. Most egy picit megállt a játék. Ez az előbbihez hasonló erőtlen próbálkozás. Megint Sipkunál a lehetőség. Szájer szerzi meg, és egy óriási rohammal indulnak. Egy pillanatra volt, amolyan emberelőnyös helyzet 3-2-en, aztán felzárkózott a házigazda. Kicsit túlpörgette most a játékot a Körmend. Ez a Honvéd malmára hajtotta a vizet. Zsebe teszi fel a kezét, bizony oda nyúlt egy pillanatra Kuzmin kezéhez, és az a pillanat pontosan elég, majd ott megláthatják. Ott
Persze a labdát szerette volna egyértelmű, de aztán a vége nem az lett. Sitku ismét. 6-11. Orosz nem tudott elindulni, hogy Ziller emeli magasba a kezét. Honvéd úgy látszik, kicsit erőlteti a belső játékot, és ez abból a szempontból eredményes, hogy a negyedik személyi hibát erőltette ki a Körmenddel szemben. Orosz első büntetője jó. 11-7. Ziglernek mutatja a játékvezető, hogy bizony belépett. Addig nem léphet be az ugrójátékos, amíg a dobójátékos kezét el nem hagyta a labda. Itt a 8. 11-8 ezzel, és azonnal indul a Körmend, vagy legalábbis próbálja a játékot pörgetni. Aztán megállnak, aztán fölzárkózik mindenki. Edmondson nem kap lehetőséget, Hencsei adja tovább. Körmend valójában csak egy igazi középjátékossal, a Ziglerrel játszik belül. Hencsei. Hopp. Fantasztikus volt, amit csinált egyébként. Ügyesen megkerülte szinte a labdával az ellenfelet. Nagyon ügyes, mozgékony irányító a négyes Hencsei. Ziegler fedi össze. Edmondson. Három pontos a értékes, nagyon értékes. Nagyon jókor jött ez a dobás a Körmennek, mert egy kicsit megállt a támadásuk ritmusa. Hasonlóval küzdik most a Honvéd, hogy... Orosz eredményes. De végig is gól lett, így van. Igen, ez valahol azért egy ilyen előny mindenképpen. Az segíti, hogy a mérkőzés izgalmas és még izgalmasabb legyen, ha lehet egyáltalán fokozni, amikor az egyik együttes a másikat hajtja. Orosz hibázott. Ez volt egyébként a csapat második hibája. Zsebe. Sitku verhetetlen most a palánk alatt. Boros hozza, Mészáros, és egészen távolról. Baj van a Körmennél, Szájernek ez, ha jól látom, a harmadik személyi hibája. Bizony. Szájer nagyon rutinos irányító, az ő elvesztése komoly problémát jelenthet. Mészáros, hogy újabb hiba, Hencsei dühöng. A múltkori közvetítésünkben már elmondtuk, de azt hiszem, hogy nem árt, ha megismételjük azoknak a kedves nézőknek, akik esetleg nem tartottak velünk, vagy nem figyelték a kosárlabdát ebben a szezonban, szóval bizony jóval szigorúbban fújják a szabálytalanságokat, jóval tisztább játékot szeretnének a játékvezetők. Mészáros Zalán 14-12-re hozza fel a Honvédot. Zsordos András mellett volt egy időkérés 4 perccel ezelőtt, amikor 11-2-re a Körmend vezetett. Azóta följött a Danon Honvéd. Mit mondott a játékosainak? Egy kicsit nyugodtan támadjuk, erőszakosabban egy-egyezzük, ami meg is volt. Ugyan idő van utána. Na közben időkérés a másik oldalon. 14-12-es Körmend előnyel. Amikor megvan a pont, akkor a hülyeségben elrohanjunk vele, ugye? A másik nagy probléma, amikor a baba bent van, nem adjuk be időbe a labdát. Most is egy órát vársz, meg méregeted, az nem jó. Nem menjétek ki akkor 2-2, de ő benn van a pozícióban, adjuk be a labdát. Jó? Ez a múlva. Ez egy kicsit
Azért itt látszik, hogy hihetetlen mennyi mondani való félre lejjen Röpke néhány másodpercben. Nagyon nehéz is valójában az időkérést összefoglalni, illetve megtervezni, mert nyilván az indulatok is viszik egy kicsit az edzőt, illetőleg olyan rövid, gyors utasítást kell adni, amit meg is kell érteni a játékosnak, és végre is kéne hajtani utána. Hoppá. Hetedik személyi hibája a körmennek, ez nagyon kritikus lehet, mert durván 7 perc alatt kaptak 7 személyi hibát. Őrsek van egyébként a pályán, cserember azonnal hibát követett el. 14-12-re a vendégek vezetnek. Orosz. Sikku. A vége nagyon megy ma neki. Ziegler elkésett a védekezéssel. 15-ös Sikku nagyon ügyesen átívelte a védőkezét. Érdemes lesz majd most figyelni a játékot is, hogy a Szájer leült a kispadra, muszáj volt, hiszen 3 személyi hibapontot gyűjtött össze. És ez a játék ugye 5-ig megy, és ez még nagyon a mérkőzés eleje. Ziegler fejezi be jól, ismét elmozdul az állás 16-14-re. Csodálatos jégszerelés. Hát hihetetlen, micsoda szerelés, egy zsákoló ember kezéből kijátszani a labdát. Itt van még egyszer, egyáltalán Sikku Ernő fölé menni, lefejelni a gyűrűt, páratlan. Gyönyörű volt végül is az oda-vissza játék, hogy a kapott gól után a Honvéd kontrajátékot játszott, és ezt érte utol Edmondson, és gyönyörűen szerelt a gyűrű előtt. Hencsei hozhatja a labdát. 2 pont az előnye a Mark Körmendnek. Senki nem tudja magát tisztára játszani, végül zsebénél áll meg. Egy hiba. Boros fel is teszi a kezét. Az elzárás kivédése után kitolta zsebét Boros az elzárásból. A hazai csapat negyedik hibája volt ez. Zsebe még mindig. Sikku azonnal elé áll. Ten. Zsebe nagyon harcosan beverekedte magát a gyűrű alá, rutinosan fejezte be, mivel ő magasabb a Borosnál, ezért ügyesen tudta befejezni a támadást. Most Boros visszaadta. Pillanatra úgy éreztem, hogy elvesztette majdnem a labdát, majdnem kiköckölték a kezéből. Ismét 2 pont Körmendi előny. Ziegler. Érsek vonul át az alapvonalon, zsebe érseknek, ismét zsebe. Boros újabb hibája, neki is vigyázni kell, hasonlóan kellemetlen helyzetbe került, mint a másik oldalon Szájer, hiszen neki is ez már a harmadik hibája. Nem még szerencsére csak a második. Második, igen, én közben elnéztem, mert egyel följebb néztem a hibákat. Ez a második. Zsebe fordult fel, kosár nem. Szerintem bosszankodik, hogy miért nem, ha már egyszer megcsináltam. Mészáros vette át zsebe őrzését, és testtel tolta ki a dobást megelőzően. Hencsei indítja újra a körmendi akciót, Edmondson, orosz védekezett vele szembe. Hopp! Óriási ütemben érkezett Ziegler a kipattanó labdára, de előtte már egy szabálytalanság történt. Na most nézzük, hogy megadják-e a kosarat. Elég kritikus helyzet. De szép, ezt tegyük hozzá, addig hát a megoldás születik. Edmondson is elugrott a védőtől, úgy dobta a labdát, és a gyűrűről elpattanó labda zsákolását próbálta Ziegler megoldani, és közben történt egy másik oldali személyi hiba elkövetése. Mindez 2 pontos körmendi előnynél közeledve a félidő közepe felé, tehát mintegy 11 perc van még hátra. Mindkét csapatnak megvan a 7-7 csapat hibája. Tehát innentől kezdve dobnak mindkét oldalon. Edmondson indul. Óriási lendülettel, visszatarthatatlan, megfoghatatlan.
páros lábról. Csodálatos ugró. Egyébként abszolút tényleg kulcs szerepe van annak, hogy megtartsa az egyensúlyát a játékos, amikor a gyűrűbe kapasz, hogy némi látványosság is van benne persze, de... Ez egyben védi is a játékos. Így van. Ez nincs meg, és visszaszerzik a labdát zseberévén, és ez rendkívüli módon értékes. 20-16 a körmendi előny, zsebe forgolódik, minden megpróbált, nem tört labdához jutni. Érsek passzol tovább Hencseinek, és Cigler a befejező ember. És kinél lesz a vége? Borosnál. 3-2 ellen gyorsan meg lehetne oldani. Ott egy hiba, Hencsei mutatja. Igen, én. 4 pont a ledolgozandó, mármint a támadó csapat szempontjából. Mindkét oldalon csodálatos palánk alatti vagy gyűrű fölötti levegőharcokat látunk. Mészáros Zalán. Jön a második. Cigler töckölte ki. Ugye már a labda elpattant a gyűrűről, de a másik oldal közben újabb fejleményeket hozott. Szabály megengedi. Gyűrűn lévő labdát a támadó beütheti, védő meg leütheti róla. Cigler leütötte. Támadó ide újraindul Hencsei. Mielőtt indulna az akció, Mészáros. Most van kritikus helyzetben a Mészáros Zalán is, mert ő is 3 személy hibát gyűjtött össze. Hencsei. Jó az első, 21-17-re módosul az állás. És ez is jó. 5 pont. Mészáros sitkú zárt neki, viszi végig, nagyon nehéz dolga lett volna Cigler mellett. De kiharcolta, mert Cigler kicsit elkésett a védekezéssel, és mivel mozgás közben ütköztek, ezért Cigler személyhibát kapott, Mészáros meg büntetőt dobhat. Ciglernek a harmadik. 9 perc és 50 másodperc van hátra az első fél időből Zsoldos Andrásoképpen. Itt az első büntető. 17-ről 18-ra. Tovább faragta a hátrányt. Általában az ilyen időszak egy nagyon kritikus minden mérkőzésen, mert így 10 perc körül vagy cserére kényszerülnek az edzők, vagy egy kicsit fáradnak a játékosok. És közben egy... Edmondson nem fárad. Egy tripla. Tökéletes a mozdulat, az a hihetetlen benne, hogy a beleállás. Közben a másik oldalon ugyanez Mészáros Zalántól, igaz, ez nem lett volna 3 pontos. Érsek üti el, és végül itt marad a Honvéd térfelén a labda. Boros. Sikulál meg egy pillanatra, és elveszíti szép a labdát. Szép vélekedés volt Cigler. Ahogy fordult volna el, szinte oda tartotta csak az ujjai Cigler. 25-19-es körmendi előny. 8 és fél perc, több mint 8 és fél perc az első fél időből. És itt a hiba talán még egyszer látható, a csípőjével tolja meg Sitku. A vágtató Edmondson. Ritmusváltással indult be Edmondson, amikor Sitku ráváltott védekezésbe, akkor gyorsított, és már nem tudott jól védekezni. No, ne ijedjenek meg, nem a kamera tövéről pattant el a labda, hiszen az mögötte van. Minden esetre a második. Ragyogóan tartja magát a körmend.
Na, egy pillanatra megáll a játék. Idegenben vezetnek 7 ponttal, ez egy nagyon szép teljesítmény. Na most nagyon Patonai Imrére mit mondhat? De mind a két oldal talán meg tudjuk rövidesen, mi történt. Sajnos nem értjük a hangos beszélőt, mert vagy annyira hangosan beszél. Patonai Imre azt reklamálta, hogy Edmondsonra húhogta a Danone Honvéd szurkolói, és hát ez nem túlságosan kellemes, gondolom, sem a játékosnak, sem a csapatnak. Nem kellemes, hanem azt, hogy mondjam, hogy 100%-osan sportszerűen sőt. De foglalkozunk a játékkal. 26-19 hátrányban. Edmondson szerez labdát. Hihetetlen értékes játékos. Nem foglalkozik semmivel, ki mit mond, ki mit csinál. Zsebe közben. Ziegler érte válatlanul az átadás. És a Honvéd is. Most alakította át a védekezését rálásos zóna védekezésre. 28-19 a legnagyobb különbség eddig a két együttes között. 9 pont és 8 perc van az első félidőből. Baros. Itt áll a Patonai Imre mellett, a Marker Bendezé mellett. Elnézést, hogy ilyet kérdezek egy bajnoki döntő, de mit ivott, vagy mit evett Edmondson a mérkőzés előtt, mert remekül játszik. Na, jól koncentrál önáll, ez nagyon fontos dolog, a vallása miatt is. Most, hogy kívülről ilyen jól dob, ez azért nem jellemző ennyire rá, hát most úgy néz ki, ez összejött neki. Nem baj az, hogy két kulcsjátékosa és három személyi hibát tud. Problémát, majd valahogy megpróbáljuk ezt legalizálni, cserékkel. Köszönöm. 20-28. Itt is egy csere, ezen az oldalon. Gennady Uspenski érkezett. A játéktérre ukrán válogatott a fiatalember, 69-es születés, és ő is 211 cm magas. Igen, mind a két csapat területvédekezéssel védekezik továbbra is. Edmondson! NBA-be illő mozdulatok, csak hát itt most kimaradt sajnos. Igazán káprázatos lett volna, igazi csemege. Közben Baros távolról. Ziegler emeli a labdát, nyugi, megvan, nálam van. Bár még Sitkunak is volt ebbe beleszólása, megint Edmondson. Hencsei zsebe indul. Egy horog, és Kuzmin szedi a lepattanót. Kuzmin most igazából nagyot nem domborít, legalábbis eddig. Mészáros engedi el, és újraindulhatnak a körmendiek, és egy hiba. Boros teszik szét a kezét, meg is értem. Játszik területvédelem ellen. Ügyesen kipasszolják a zóna védekezést. A Honvéd egy picit gyorsan dobja el a labdát. Valahogy nincs meg a ritmusa a támadásnak. A Mark Örment válogatott játékosa Zsebe Ferenc dobhat majd. Egyébként ő ott volt 1987-ben a Körment bajnokságának megnyerésekor, akkor is a Honvéddal játszották a döntőt. A három meccs alatt egyébként akkor 47 pontot dobott. Igazi rutinos játékos, az egyik kulcsember. És bent van ez is, 29-20, ismét 9 pontos körmendi vezetés. 6 perc és 40 másodperc az első fél időből. Uspenski engedi a labdát útjára. Sitku mozdul be. Érsek emeli a kezét. Elég meggondolatlan személyhiba volt, mert nem volt igazán lehetősége Mészáros Zalánnak kosarat szerezni onnan. Ha kicsit gyorsabban védekezik, akkor jól tudja tartani, jól tudta volna tartani a belső pozíciót.
Mészáros első büntetője. Pontos. 8 pontra csökkent a hátrány. Hencsei indítja a figurát. Szigler, és végül és egy kosár a végére. Gyönyörű megoldás ismét. Szokatlan és szép megoldás, hogy a magas játékos szolgálja ki az alacsonyabbat, de ez most nagyon eredményes. Érsek, nem is tudom, mit dobott, horgott, vagy mi volt. Uspenszky. És Mészáros egy 3 pontosra vállalkozik. Szép támadó lepattanók szerzés volt Sitku részéről. 6 percen belül vagyunk az első félidőben. Mészáros Zalán esik egy óriási csúszott is, lökték is volt benne persze minden. Itt látható még egyszer. Belőhet-e ilyenkor az edző a pályára? Katona Imre között besétált a másik oldalon. Egyáltalán meddig terjed el ilyenkor a külön órák lehetősége? Nem jöhet be a pályára, de mivel elég nehéz érzékelni a túloldali eredményjelző táblán, hogy kinek hány személy hibája van, hát ez egy bocsánatos bűn. Érsek szerzett labdát, és Hencsei indulhat. Zsebe, Edmondson, beleült szinte a nyakába a Sitku Ernőnek. Hihetetlen lendülettel ment megint, és az a félelmetes, hogy rendkívüli módon ruganyos, a motoros képességei fantasztikusak, hiszen nem volt különösebben nagy nekifutás, egy pillanatra összeszedi magát, és azonnal mindenki fölött van. Mihály Gyula ült oda a cserepadra, pontosabban a cserehelyre, ő sérüléssel bajlódott. Korábban volt ő válogatott is a Danon Honvéd oldalán. A második is jó. Annyit, hogy az amerikai játékosokra jellemzően hihetetlenül tud kulcsfontosságú mérkőzéseken koncentrálni. Ez általában jellemző az amerikai játékosokra, és órá is. Gugolok Mihály Gyula mellett, hogy mit mondott az edző, hogy mit kell játszanod, hogyha a pályára lép. A zóna ellen át kell vennem hátsó sorban az orosz Bencének a szerepét. Támadásban meg kellene próbálni most a Viktorra játszani egy-két akciót. Köszönöm. És az imént már mondtam, hogy a csere lehetőséghez jutott a Honvéd, meg is teszi ezt a bizonyos cserét. Mihály Gyula érkezik, aki korábban sérüléssel bajlódott, úgyhogy nincs könnyű helyzetben. Zsebének sajnos ez egy elég meggondolatlan személy hibája volt. Nem volt igazán esélye szerelni. Orosz is egyébként a kipontozódás szélén, 4 hiba ponttal. Hencsei nem is viszi tovább, érseknek adja. A 3 pontos kimarad. Nincs igazából meghatározó embere most a Danon Honvéd együttesének. Mondom ezt akkor, amikor Mészáros Zalán dob egy triplát, de azt hiszem ettől függetlenül nincs olyan ember, akire igazából építeni lehet. Ugye a másik oldalon Edmondson óriási napot fogott ki, legalábbis eddigi teljesítményével. Azt mutatja. Először tudott 8 pont alá menni a Honvéd. Szigler. Óriási kevaradásból indulnak. Mészáros hajtja a csapatot. Kuzmin engedi el, nincs más megoldás, mondja ő. Egy az egy. Támadó hiba. Sajnos a rutintalan játékos nem próbált lepördülni, vagy csellel elmenni a védő mellett. Ott már áll ebben a pillanatban. Mészáros csodálatosan lábmunkázott a Hencsei elé. Itt lehet még egyszer látni, ebben a pillanatban már áll, és egyszerűen feldönti. Nagyon nagy lendülettel ment előre, hogy jót akart, csak
hibásan oldotta meg a végét. Uspenszki tovább Sitkunak. Magas emberekkel appellál egyébként a Danon honvéd. Uspenszki engedte el. Ugye Sitku, Mihály Gyula és Uspenszki érsek tovább. Edmondson nehezen szánja el magát, hogy valamit csináljon. Ziegler. Egy viszonylag egyszerű játékkal próbált kosarat szerezni. A hibázás természetesen ebbe is benne van. 33-27 és 3 perc van hátra. Növelheti az előnyét a körment Edmondson. És most egy hiba Sitku. Nagyon szép labdalopás volt az előző védekezés, és egy erőszakos gyors indítás. Sitku második hibáját nézhetjük meg még egyszer. Itt lehetett látni, még végül is rámozdulásban, rámozgásban volt a támadó játékosra a védekező játékos. Ez egyértelmű a személyben. 33-27, 34-27 ezzel. Második kipattan. Sitku. Kuzmin engedi el a három pontost, és nem megy egyik játékosnak sem a házigazdák közül igazából, ezt már említettem, de ez most ismét beigazolódni látszik. Igen, egyelőre Kuzmin nem talál be távoli három pontos dobásaival. Mészáros, nagyon nehéz dolga van, Uspenszki meg is áll, nem tud tovább menni. Választ inkább egy ilyen két pontos megoldás. Ez egy érdekes dolog volt, mert nem mert végig menni a támadással. Kicsit. Kettő és fél perc van hátra az első fél időből. Hencsei. Érsek emeli fel a labdát, ugyan el nem engedi, csak jelzi, hogy valakinek adná ennél távolabbról. Nem lehet kosarat szerezni már szinte. Csodálatos. Hencsei Tamás. Fantasztikus, itt látják még egyszer. Szinte az embernek az érzés, hogy jobban be van lőve a vonal mögé másfél méterre, mint a vonalra. Mondjam úgy, hogy a fiatal játékos szertelenségével, vagányságával vállalt el ezt a dobást. Ragyogó dobás volt. És ismét. A körmendi szurkolók, és bizony most a körmendi szurkolótáborral átellenben ülők. A honvéd szimpatizánsok nagyon-nagyon csendben vannak. ...37-29 hátrányban a honvéd. Uspenszki kapja egy fordulat. Sitku nem tudja megszerezni, zsebe indulhat. 1 perc 47 másodperccel az első félidő vége előtt. És visszaszerzi a saját labdáját. Támadó hiba. Ez egy nagyon rutinos védekezés volt végül zsebe ellen. A hibát pozitívumra váltotta. Talán ez a lökés volt, amit... Igen, ez végül is az volt.
előtte a Honvéd hibázott, mert hagyták, hogy a támadó lepattanott zsebe visszaszerezze, és utána sajnos ezt nem egyből dobással vállalta el zsebe, hanem egy ilyen tolással, és ebből támadó személyhiba lett. Közben egy csere, Kuzmin is leül, Baros is leül, legyen az mindjárt két csere. Vészáros jött vissza, és Kocsis Zoltán, 76-os születésű. Fiatal és annál gyorsabb emberke. Körmend játékos a pályán. Honvéd letámadásos védekezéssel próbálkozik. Aminek a hátrányát most azonnal lehet is látni. Így már nem, mert sikerült felzárkózni. 6 pont a különbség. Mégpedig a Mark Körmend javára. És emberfogásra lépett vissza újra a Honvéd. Edmondzó nem tud hibázni. Itt is érdemes megfigyelni, megint ő eltávolodva. Szinte kontramozgásban végzi ezt a dobást. Mészáros. Uspenszky. Itt is jó. Belül vagyunk az utolsó percen. 6 pont a különbség. Ebből az egész pályás letámadással a Honvéd szeretné széttörni a Körmend ritmusát. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Hát itt volt egy hiba. Az óra ilyenkor természetesen azonnal megáll. Szándékosságot persze feltételezni nem érdemes, hiszen igazából csak egy botlást vettünk észre belőle. Akármilyen hihetetlen az utolsó másodperceknek tulajdonképpen nagyobb taktikái vannak, mint az egész mérkőzésnek. Hallgassuk csak. Egy hosszú. Jó. A végén a Vicsára játszunk egy 3 pontosat, félhozott tartod a labdát, jó? Lepanyag Vicsa. Oklahomát csináljuk, jó? Oklahoma. Úgyhogy visszajön a Bence is a Gyula helyet, jó? Zasi. Vicsa. Jó. Bence. Ki a másik mező? Gena. Jó. Jön. Egyik hármas, másik hármas. Béla leválás. Jó. 7 másodperc még kell kezdeni. 7 másodperc még kezdeni. Lepattanunk. 5 ember lepattanunk. Ránki Mátyás feletten bólogat, hogy igen, ezt kell csinálni. Kíváncsi ezek, hogy megvalósítható-e. Ez az utolsó másodpercek taktikája. Utolsó 30 másodpercen belül vagyunk, tehát gyakorlatilag egy támadás lehetősége van a Honvédnak. Még van, ha ezt választják, a büntetődobás után, vagy gyorsan befejezik a támadást, vagy ha kijátszák még, akkor ugyanaz egy támadást kéne befejezni. Kimarad. Kosárlabdával. Magyarországi Szilárd szintén nagyon fiatal játékos. És ez sincs bent, ez most nagyon a Honvéd elképzeléseit segíti, pontosabban élteti. Igen, hiszen... tehát Honvéd nem siet a támadással, most ki fogja játszani a 30 másodpercet. Most már csak a 14-et, bár szinte szinkronban van a két óra, hiszen a támadásból is csak 8 másodperc van hátra. Na vajon meddig húzzák? 6 másodperc. Kuzmin kapja, neki kellett volna ugye a 3 pontost eldobnia, és most tereszti el. És a lepattanóért orosznak kellett volna menni, ahogy azt láthattuk a kis mágnes táblán. Tulajdonképpen a koreográfia valamilyen szinten teljesül, csak pont nem lett a végén. Minden esetre követhető volt az egyszer biztos. Akkor mi innen a helyszínről egy 10 perc egy szünet erejéig azzal búcsúzunk tehát, hogy meglepetésre vezetnek és kitartóan vezetnek a Mark Körmend játékosai 39-33-ra. Rájátszás döntő, első mérkőzés. A Danon Honvéd és a Mark Körmend csapatai között az utóbbi vezet 39-33-ra. Dózsa György úton itt Patonai Imre és a csapat néhány tagja. Pontosabban most már az egész csapat. A kommentátorállásban mellettem továbbra is Ránki Mátyás, a Magyar Testnevelési Egyetem adjunktusa. A pálya szélén pedig az edzők mellett Mezei Dániel kollégám figyeli az eseményeket. A találkozó a második tédeje rögtön kezdődik, utolsó néhány utasítás után most már
a kezdőkörbe sétálnak a játékosok. Még annyi érdekesség talán, hogy a két kulcsember, pontosabban mindkét csapatban két kulcsembernek is van. Négy személy hibája Orosznak a honvéd oldalán, és Szájernek a körmendő, a Mezei Dániel kérje a szót. Itt Bugoló Zsoldos András mellett, a Danó honvéd edzője mellett. Szünetben mit tudott mondani a játékosainak? Nem volt elég az indításunk, és nem dobtunk jól, ez adja a különbséget. Kaptunk 4-3 pontos, mi csak egyet dobtunk, és általában nem dobtunk jól. Ön fog javulni a második kérdőre a Danó honvéd játékosban? Nem, mindenképpen föl kell javulnunk elég alaposan. Például így. Köszönöm. És jobban tudunk dobni, akkor meg tudjuk fordítani a meccset. Köszönöm. Ez ki fog derülni. Igaz, ehhez még legalább fél óra kell majd. Hiszen ugyan 20 perc alatt lepereg az óra, csak hát ugye tiszta játékidővel kell számolni. Mészáros Zalán, Uspenszky a labda útja, érsek védekezik vele szemben. Ez jó. 39-35. Szájer. 4 pontra nőtt a, vagy csökkent a különbség a két csapat között. Szájer József bűvöli a labdát, és viszi végig. Mihály Gyula szerzett lepattanót. Nagyon-nagyon nehéz egyébként bemenni egy alacsony termetű játékosnak a óriások közé. Uspenszky 3 pontosa meghozza a szurkolók életkedvét legalábbis, ami a honvéd oldalát illeti, most persze a szemben álló tábor hallgat. Lélektanilag mit jelentett egy jobb vagy kevésbé jó dobás? Elején Szájer az első félidőben ragyogóan kezdett, most pedig kevésbé, előbb ugye az a körmennek segített, most ez a honvédnak. Hencsei, egy pördülés, hallatlan gyorsan, Szájer emeli föl, ez is 3 pontos. Újra föltalálta magát. 42-38. A körmennél az előny, Mihály Gyula emelheti a labdát. Egy 2 pontossal járul hozzá a 40 ponthoz. Sitko egyébként 10-et dobott az első fél időben. Edmondson a másik oldalról, ő, aki most elvesztette ezt a 3 pontost. Ő 18-at értelemszerűen most már 21 pontot dobott. Hihetetlen formában. Extázisban játszik, semmire nem reagál, ami zavarná a játék közben, csak a pontszerzésre, a védekezésre. Mészáros. 2 pont. Két csapat emberfogással védekezik, és nagyon bátran vállalkozik dobásra eredményesen. 3 pont a különbség. Körbenéz mindenki, ki kirontott, hát akkor Mihály Gyula emeli fel a kezét, ha egyszer rámutatnak. Igazából nem volt helyzet, tehát kosárra dobó helyzet, ezért furcsája mindenki, de hát valószínűleg a magas emberek lögdösödéséből aztán ez jött ki. Szájer keres valakit, hogy kikaphatná a labdát, Edmondson. Tovább Hencseinek. 3 pontos előnynél vezetheti a támadást Hencsei, Edmondson. Mihály Gyula újabb hibája. Hirtelen bejött 2. Alá bújik, hallatlan, rutinosan. A mozgás érzékeltetése nagyon jó, hogy a lassításban, hogy annyira erőszakosan indult Edmondson, hogy Mihály Gyula csak félaktívan védekezett eléje, és az értelemszerűen ez így szabálytalan. Edmondson? A Michael Jordan mozdulatait idézi. Ez az. Az NBA szupersztárja szokott ilyeneket dobni. Mészáros hihetetlen harcosan szerezte vissza a labdáját, ő is 100%-osan pörög, ezt érezni lehet, bár ő mindig ilyen. 3 pont, Hencsei nyúl, hátulról próbálta meg kipöckölni a labdát, ezt sokszor láttuk már. Már nem tőle, itt látható még egyszer, és a kezdőtérűen.
Mészáros vissza. Sitku próbál elmenni. Figler emeli a kezét, miért? Rögtön érzékelhető, hogy zsebe nincs a pályán, sőt most már három játékosának és a körmennek négy személyhibája van, tehát a többiek egy kicsit mérsékeltek teljesítményt nyújtanak. Bizony Ziglernek ez a negyedik. Zsoldos András hallatlanul ideges, abszolút érthető, hiszen ez egy tiszta lehetőség. És hát a második sincs bent, érthetetlen hiba, ami előnyhöz juttathatja a körmendet, amely együttes így is vezet, igaz csak három ponttal. Edmondson szerzi vissza a vesztilátszó tömeg után. Miatt befárásolt egy kicsit a pálya, és ezért csúszik többször is. Ziegler próbálja alulról betenni, ugyanazt a mozdulattal ugyanúgy megpróbálta, hogy Edmondson az imént, és ebből a Honvéd indulhat. 3-3 ellen, egy támadó hiba. Majdnem ugyanaz, ami az első fél időben volt, hogy... Itt van még egyszer a hiba. Azért ilyenkor mennyit rá is játszanak, vagy pedig inkább kicsúszta azt az óriási lendületet? Védekezett a védő, a támadó nem igazán akarta kikerülni, és ezért adódik, hogy támadófalt lesz a vége az akciónak. Azért Daniel kollégám közben interjút szeretett volna készíteni a cseremben, aki most áll be. Közben nézzük a támadást. Szájer viszi tovább. Csaplár Nagy Ervin egyébként a beérkező játékos, és Boros szerez labdát. Szemfülesen csak kinyúl érte, hiszen ott ment el az orra előtt. 42-45 a támadó csapat szempontjából. Csicku mit kapott? Nagyon nagy lendülettel tört be, elkéstek a játékosok. Valójában a Honvéd a labdaszerzésből egy indítási lehetőséget vesztett. Nem igazán törtek előre a játékosok, ez egy második szándékú támadás befejezés volt, és csak személyhiba lett a vége. Egyébként a frissen beállt Csaplár Nagy Ervin követte el. És bizony, a már körmennek nélkülöznie kell most. Még pedig elég keményen, hiszen két kulcsember ül a kispadon. Zsebe Ferenc, ugye a csapatkapitány, közben a másik oldalon Sitku Ernő, eredményes, egyetlen pont a hátrány. Csaplár Nagy, aki egy nagyon tehetséges utánpótlás játékos. Indítani kéne a Honvédnak, de nem indítottak megint. Bizony nagyon érezni, hogy az erővonalak átalakultak. És Szájer megkapja, ha jól sejtem, az ötödik hibáját, ezzel végleg a padra kényszerül. Nem még. Negyedik hibája. Csak negyedik, igen. Viszont a negyedik játékos, aki négy személyi hibával kénytelen játszani. Egy újabb hiba. És még Csaplár. A játékvezetők nem engedik ezt a testest elleni játékot, ezt egyértelműen mondja a szabály. Nyilván a rutintalanabb játékos ezt egy kicsit kevésbé tudja átvészelni. Elsősorban a rutinos kierőlteti ezt a személyhibát. Labdaszerzés, csodás volt. Végig már nem tudott menni a támadás. Véletlen személyhiba végül is a Mihály Gyula részéről. Itt állok Katonai Imre mellett, négy embernek van négy személyi hibája, lehet valamit. Sajnos, itt a játékvezetők egy kicsit furcsán itt érkeznek. Nehéz lesz így, gondolom, a testes ellen játékot erőltetni. Igen. Köszönöm, hát ennyi volt, nagyon figyel az edző. Viszont Edmondson, ami csak az első személyi hibája. Ő nem bántott senkit, ő csak dobta a kosarakat.
44-45. 14 perc van hátra a második félidőből. Sitku. Mészáros. Nem tudja igazából kinek passzolni, ismét Sitku forgolódhat. Arra vártak, hogy Sitkut hozzák helyzetbe, és a sikerült is. Vezet a Dunall Honvéd 46-45. Merőben megváltozott a játék képe. Egy jóval erőszakosabban és pontosabban játszó Dunall Honvéd, és egy kicsit gyengélkedő Körmend. Első alkalom, hogy a Honvéd át tudta venni a vezetést. Igen. Edmonton. Érsek mutatja, hogy jövök. Szájer. És lejárt a támadó idő. A kosár nem jó. És egy pillanatra mindenki megáll. Ezt nyugodtan meg kell tárgyalni. A Duda hangját figyelve még Edmondson kezébe volt a labda, amikor a dobást végrehajtotta. Én legalábbis úgy érzékeltem. Abban együtt, hogy csodálatos mozdulattal dob kosarat. Igen, játékvezetőt is elfogadták a mérkőzés ellenőr ítéletét, akinek kimondottan ez a segítő feladata a játékvezetők munkáját segíteni. Közben cserék. Úgy látom mindkét oldalon. Viktor Kuzmin érkezik az egyik oldalon, ő pedig a képen Zsebe Ferenc. Ő is játékra jelentkezik Fodor Gergely helyén. És akkor ismét indulhat a játék, indulhat az óra. 46-45. És ez a bajnoki címvédő Dunall Honvéd szempontjából igaz. Tehát egyetlen pont az előny. És könyörű szépen oldja meg Uspenszky. Nagyon nehéz helyzetben volt Zsebe, mert ha odaüt esetleg, vagy a Uspenszky kiharcolja a személyhibát, akkor végleg ki kell állni a játékból. Nagyon nehéz lehet így védekezni, nagyon egészen nehéz. Más figyelmet igényel ez. Zsebe gyönyörűen tisztán, addigra már hárman odaérnek, mire beért volna. Igen, de ezért nem is vállalta a betörést, nehogy véletlenül támadó hibát kövessen el. Érsek. Három pont. Egyenlő. 12,5 perc. El kell vállalni Érseknek is ezeket a dobásokat, mert csak akkor tud a csapatán igazán segíteni. Mert a passzív, akkor feladják. Védekezésben. Zsebe hozta el. 48-48. Nézzük, hogy mit tudnak kihozni belőle Zsebe. Taktikai és lélektani küzdelem folyik a pályán. Újabb három pontos. Érsek egymás után 2-3 pontossal. Ez most óriási segítség a Körmennek. 48-51 a támadó csapat szempontjából, tehát ismét hátrányban vannak a hazaiak. Mihály Gyula, és bizony a Honvéd három pontos dobója, Viktor Kuzmin csak keresi önmagát, egyelőre még nem találta meg csak most a labdát. Na és akkor még egyszer indul a támadóidő, újraépülhet az akció. Kuzmin engedi el most a három pontost, és ez sincs meg, Érsek szedi a lepattanót. Nem találta Viktor Kuzmin, ez egy nagyon nagy hátrány a Honvéd számára. Szinte leszakad a lelátó, ismét a körmendiek hangja jött meg. Sitku próbálja Ziegler visszatartani. Nagyon-nagyon veszélyes is volt ebben a pillanatban. Valójában megbotlott a Ziegler, és ezt nagyon ügyesen kihasználta Sitku. Egy ilyen bizonytalan egyensúlyi helyzettel. Na itt még egyszer. Nézzük majd meg. Most megbotlik, és abban eltolta magától. Sőt, nézzük csak meg egy pillanatot, a Sitku lába bent lenne, igen, abban a pillanatban szinte súlypontja alatt van, tehát nem is tud más tenni, csak felborulni. Igen. Ez is hihetetlen rutinra van. És Mezei Dániel Zieglernél van már. Itt állott Ziegler László alatt, egész pontosan kipontozottál, de úgy látom, hogy nagyon tüntettél ezzel az ítéletelel. Igen, aki ezt a tévében látja, nem tudom nyugodtan mondani, de aki ezt látja a tévében, azt mondja, hogy ez nem is csalás, de nem egyenrangú viráskodás az, ami itt folyik. Rá kell nézni a táblára. Öt emberünknek 4 folytja, én meg kipontozottam. Erről csak ennyi.
Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy ezeket a nyilatkozatokat mindig nagyon finoman kell kezelni, hiszen gondolják csak be, hogy micsoda felelősség van ezeken a játékosok hátán, hogy mit viselnek el egy találkozó folyamán, érthető, hogyha idegesebbek a kelleténél. Főleg így, ilyen kiélezett helyzetben egy döntő mérkőzésen, még akkor is, hogyha ez az első hárompontos kísérlet. Kuzminnak nem megy. Hárompontos hátrányban a támadó Danon Honvéd. Szájer is kint van. Ez igazi mini dráma, hiszen van még 10 perc és 20 másodperc a mérkőzésben, és két kulcsember. Nagyon nehéz ezt megint megítélni, hogy valójában a Kuzmin nem talált egy távolról, viszont Szájerben reflexzerűen benne volt, hogy a Kuzminon ott kell lenni, és talán ha nem megy ilyen agresszívan ki a három pontos vonalon kívülre védekezni, akkor elkerülhette volna a kipontozódást. De ez mindenképp az ő lelkesedése, tehát ezt nem szabad bántani. Hát bizony, csak most a csereembereknek kell majd támaszkodni előbb-utóbb. És Hencseinek is négy van még. És Zsebének is négy van. 49-51-re módosul. Hosszú idő után Kuzmin csak büntetőből tudott gólt elérni. Kimarad, csak egyet. Maradt a két pont hátrány. A támadó csapat szempontjából a két pont előny. Hencsei viszi a labdát. Egészen érdekes lesz a mérkőzés a végére, az már biztos. Zsebe. Nem is bántják, nem is nyúlnak hozzá. Rendkívül elegáns mozdulattal 53-49-re módosítja az állást. Kuzmin dobása jön ki megint, és Sitku rendkívül harcos. Azt hiszem, hogy itt megint csak a szándékosságot kizárhatjuk, segítik is fel egymást a játékosok, rendkívül sportszerű módon. Nézzük még egyszer. Mindketten a labdáért küzdenek, a Sitku szerencsétlen helyzetben személyi hibát követett el. A Danon Honvéd oldalán egy cserét láthatnak, pontosabban nem a cserét, hanem Orosz Lászlót láthatták. A jövő szempontjából az lesz a döntő most, hogy a Honvéd mennyire tudja kihasználni a magassági fölényét, bizonyos értelemben a rutinosságát, majd meglátjuk. Zsebe, Edmondson megy fel, tarthatatlan. Egyelőre a körmend a lelkesedésével mindent pótol, illetőleg hát saját előnyére módosít. Egyébként Orosznak is négy személye van. Hát neki is nagyon kell figyelnie, csak úgy, mint Borosnak. Hogy itt is két ember egymáson esnek át a játékosok. És ő, én, kérdezi Mogyorósi Szilárd, a körrendiek játékosa. Miért pont én? Annyi nagyon, mindenkin átestek. Nagyon nehéz, és ebben ragyogóan ellopja a labdát. Ez a személyi hiba. Ott lehetett látni, igazság szerint kikéletet. Olyan volt, hogy nem tudott volna lefékezni, föl döntötte ellenfelét. Egy egész komoly blokkádot kell felállítani előbb-utóbb a körmendi szurkolótábor elé. Nagyon vehemensek, ezzel egyértelműen segítik a csapatukat, ez egy óriási dolog. A képen öltönyben Zsíros Tibor az 1955-ben Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott egyik játékosa, tagja, ő a mérkőzés ellenőre. Most már mutatja, hogy bizony a közönséget ki kell szorítani onnan. Igen, mert a játékvezetőnek oda kell állni háttal a közönség elé, és ez egy nagyon kritikus helyzet, ezért a biztonsági embereknek védeni kell őket. És kérem szépen, nem akarok nagy szavakat használni, meg pánikot kelteni, de hiszik, nem hiszik, a gumibot előkerült, bár nem ütött meg senkit, és ez nagyon fontos. Ha már demonstrálni kell a rendőrség erejét, a rendőrség helytállását, az már nagyon-nagyon rossz dolog. Az indulatok tehát tetőfokon, Sitkut ez nem igazán zavarja. 55-50 hátrányban továbbra is a házigazda csapat. Jó, a második is. 9 perc és 16 másodperc van hátra. Boros és Orosz négy hibával védekezik. Hencsei kapja
zsebe nem tudott igazából akcióba kerülni, most talán elindul alapvonalon. Ez szép visszajátszás lett volna Magyarósitól. Megmentette a labdát, illetve a honvédosok nem tudták megszerezni. Egy időkérés. Katona Imre gondolta úgy, hogy valójában nagyon Na, az időkérés alatt reklám, és aztán rögtön jövünk vissza. Jégcsillag GMK legnagyobb üzlete Békásmegyeren található, kis és nagy kereskedelemmel foglalkozunk. A nagy kereskedelemben legjelentősebb a hús, felvágott, tejtermék forgalmunk, és a kiszállítás természetesen. Kiskereskedelemben 5 egységünk van, főleg Békásmegyeren 3. kerületben, ezen kívül Folymáron is van üzletünk. Hétvégenként akciókat tartunk, a péntek-szombati napokon azok a jégcsillag akciók. Itt a környékben már mindenki tudja, nagyon olcsó áron áruljuk ilyenkor a tejeket, a tejtermékeket, felvágottak közül is jó párat. A lényeg a képernyőn, és még egy apróság, Ránki Mátyás most ide hajolt felém a mai találkozó szakértője. Bizony nem érzem a végét, hogy mennyi lesz. Ennyire nyílt? Teljesen nyílt, és ragyogóan dolgozik a két rutinos játékos a körmennél. A fiatalok ügyesen segítik őket. Most a orosz, egy újabb kulcsember pontozódott a Honvédnál. Orosz László 5. hibáját gyűjtötte, Mihály Gyula jön a helyébe, tehát orosz többet legalábbis ezen a találkozón nem láthatjuk. És a Honvéd se indításból nem tud igazán gólt dobni, illetve nem tudja kihasználni a magas embert egyenlőre. A másik oldalon Szájer és Ziegler hasonló sorsa jutott, úgyhogy Honvéd ismét területvédekezésre váltott. Hencsei. Magyarorsi átteszi a bal kezébe. Ennél többen nem ugorhatnak, és Edmondon szerzi vissza, és nem fogja senki a labdát. Ezért csodálatos volt érdekes. Lepattanó szerzés volt ismét. 8,5 perc van hátra. 55-51-ről rugaszkodhat el a körmend. Hencsei. Rövid. Azonnal indulnak a solymok. Nagyon régóta nem dobtak indításgólt. És még most sem. Hallatlan izgalmat. Tudja-e tartani az előnyét? Katona Imre legénysége, az imént láthatok egy pillanatra. Zsebe. Hencsei újra megpróbálja, miért ne? Ezért ne. És nagyon-nagyon ideges, és nagyon mérges, van-e induló ember? Sitku, zsákolás a vége. Igen, ha most nem tudja kidobni a körmend ezt a zónát, tehát távoli dobásokkal nem tudja föltörni, akkor nehéz helyzetbe kerül, mert rendre kontratámadást tud visszaindítani a Honvéd. Na nézzük, ki fog extrát nyújtani a vendégek közül. Baszakott a labda, igen. Palánk fölött, ha tantos szerkezetet éri a labda, akkor az ellenfél. Boros. És most 2 pont a hátrány, 55-53. Ezt kell a támadó együttesnek most ledolgoznia. Egy hiba. Boros erőltette ki ezt a személyi hibát. Magyarorsi, igen, ezt néztem, hogy utána mögötte még elkövetette valaki valamit, de nem, ott a keze. Második hibája egyébként a körmendi fiúnak, a büntető jó. Egyetlen pont, egyenlítési lehetőség. Egyébként neki is 4 személy hibája van. Egyenlő, 55-55-nél. 6 perc és 48 másodperc van hátra, úgyhogy 2 körmendi kulcsember a kispadon ül. A Honvédnél pedig... A
Boros azért van védettebb helyzetben, mert a területvédekezésnél ő jobban tud vigyázni arra, hogy ne kövessen el személyhibát. Magyar Orsi. Érsek zsebének a másik oldalra. Fencsei nem tudnak igazából közelebb menni, kiválóan védekezik most a budapesti együttes, és egy hiba. Uspenszky fogja a fejét, igen igaz. Hasonlóan most Hentsei erőltette ki ugyanúgy a személyhibát a gyors betöréssel. Tovább alacsonyodott a Körmend csapata. Grácer Zsolt érkezett 14-es meccben. Magyar Orsi Szilárd helyére. Hentsei dobhat büntetőt 55-55-nél. Az első jó. Fogy a támadóidő, és nem tud igazán győzelmet kicsikarni egyenlőre a Honvéd. De egyik csapat sem. Ez viszont talán a legértékesebb, hiszen egy támadásból így akár 4 pont is dobható, sőt. További személyhibák kierőltetésével, igen, Zsebel fokozható a támadás hatékonysága. Fencsei. Zsebel azonnal kéri vissza, szinte látni lehetett rajta. Grácer szerzi vissza. Fencsei lépi át Borost, és az újabb hiba, amiről az imént beszéltünk, Mihály Gyula. Nagyon jól mozgatja a Körmend végül is a zónát, pedig itt volt egy kis bizonytalanság is benne. Mihály Gyula negyedik személyhibája. És most már a Honvéd is a nyolcadik személyhibán, tehát a hetediken túl van, tehát nyolcadikat követte el. 57-55-re módosul az állás, 2 pont a Mark Körmend előnye, és az marad is, és hihetetlen Edmondson, tovább folytatódik tehát a körmendi nyomás. Érsek. Ilyenkor nagyon-nagyon kulcs szerep van annál, aki aztán dob a végén. Uspenszky oldja meg ezt a problémát, hogy ne legyen több kosár. Legalábbis ezen az oldalon, most pedig arra kell figyelni, hogy legyen a másik oldalon. Óriási lelkesedéssel játszik a Körmend. 3 pontos, és lepattan. Ketten is mennek érte, de végül Zsebe szerzi meg. Grácer hozza el. És ismét helyreáll a körmendi rend. Érsek keresi, pontosan a érseket kereste volna Grácer, és most át a másik oldalra. Hentsei. Csak betörög. Óriási előny lehet ez. Persze, hol van még az óriásitól? 2 kosár, 4 pont, de hát látják, hogy milyen nehezen jön egyik, illetve másik oldalon az értékes találat, az értékes pont. Mészáros. Ez egy rutintalan falt volt. Nem volt esélye oda helyezkedni. Kár volt, hogy ez beütötte, viszont Mészáros ezt 3 pontos játékra használhatja ki, hogy bedobja a 2 pontot, mint mezőnykosár, és még egy büntetőt dobhat. ...57-59... a dobó szempontjából. És megvan a 3 pont, amit az imént Dánki Mátyás emlegetett. Egyetlen pont a különbség, előnyben, ettől függetlenül a Körmend. 4 perc és 38 másodperc van hátra, hihetetlen ügyesen csalják az időt. Gyűrik maguk alá a Honvéd játékosait. Zsebe, Edmondson most jóval kevesebb. Lelkesítő kosarak. Igen, Zsebe nagyon ügyesen magára húzza a védelmet. Ezzel egy kicsit megnyílik a belső terület Hentsének, ő meg a betöréseiből tényleg fiatalos lelkesedéssel dobja a góljait. Boros kosár jó, és ez is egy hasonló figura lehet, mint az előbb. Igen. Ismét személyhiba, plusz egy büntetődobás. Az sajnos el kell ismerni. Illetve nem biztos, hogy sajnos, de el kell ismerni. Boros.
60-61-nél kihagyja. Viktor Kuzmin hibázott. És szegény Kuzmin észre se vesszük, hogy bent van, csak akkor fölemeli a kezét hibánál. Nagyon-nagyon fontos lett volna a Honvéd számára, hogy Kuzmin jó napot fogjon ki. És egy újabb fiatal játékos küld a körment edzője Patona Imre pályára, 12-es Fodor Gergely személyében. Edmondson növeli-e az előnyt, az egyetlen egypontos előnyt, nem növeli. Elfáradt a második fél időre egy kicsit. 61-60. 62-60, 4 perc van hátra. Borotva élen táncol a körmendi előny, mint ahogy a Honvéd hátrány. Kimaradt a három pontos, óriási lendülettel érkezik Edmondson. És Mészáros csodálkozik, hogy én. Majd aztán fölteszi a kezét, itt talán látszik valami. Ott egy lökés, és Edmondson csak utána érkezett. Uszpeszki dobása egy kicsit korai volt. A negyedik személyi hibája egyébként Mészárosnak. Mészárosnak is, Borosnak is. Edmondson dobja ezúttal biztosan. Edmondsonon kettős teher is van, mert Ziegler kiválásával ő játszik egyedül belül, mint középjátékos, és ugyanakkor neki magas játékos kell védenie. Tehát nagyon fárasztó az, amit ő csinál végül is. Boros. Mészáros kapja. Három pontos hátrányban a Honvéd. Önzetlenül adja le, és Sipku fejezi be gyönyörű szépen. Három perc, és 20 másodperccel a vége előtt. Egy pontos. Honvéd hátrány. Zsebe kapja. Érsek egy pillanatra, üresen volt, és Zsebe! Hallatlanul, bátran. ...65-62. Boros Sipku viszi, és ez is bent van. Újra csak egy pont. Hatalmas. Csak, és tényleg csak, és mégis milyen behozhatatlannak. Minden pontért óriási küzdelem folyik. Zsebe állt a másik oldalra. Hencseihez. Zsebe, és kimarad, ezek kulcslabdák, de nem tudják megszerezni a lepattanókat, és ez az egypontos hátránynak jó. Mármint a körmentnek jó, persze. Újabb porog, Zsebe a végére. Fantasztikus, megint mit csinál. Hihetetlen érzékkel lehez, hogy ilyen horogban elengedje a játékos. Rengeteget vállal magára. Kettő ide, kettő oda, 1 perc 52. Egyáltalán nem tűnik föl, hogy a körmend végül is mondjam úgy négy emberrel támad, mert a Fodor Gergőt még egyenlőre föladják a Honvéd játékosai. Hencsei. Kuzmin nyújt közben ügyesen. Fodor jöhet oldalról. Zsebe. Oh, de üres. Edmondson most kimarad, pedig ez kulcs pillanat, vagy kulcs fontosságú jelenet kifelé. És Zsebét úgy kell elhúzni. Egyetlen pont az előnye csapatának, ezért volt ilyen ideges, és most jöhet a Honvéd támadással. Akkor, amikor 1 perc és 19 másodperc, már annyi sincs hátra, Uspenski. Egy aprócska hiba. Fodor és Patonai magyaráz a kispadról, hogy mit és hogyan kellene érteni. Tehát mondom, ez szinte természetes. Tudósabb Boros ezt kihasználta, hogy el akarta venni tőle a
Gergő a labdát. Kimarad az első. Ma ez bent van. Ismét egál. Nagyon régóta nem volt. Hát kérem, olyan egy perc, ami nem sokára következik, szerintem ilyen izgalom pontosabban, ami majd jönni fog, talán még nem is volt nálunk a élőben, ez biztos. Egy újabb kulcsember tehát. A Honvéd. Viszont egy gondolattal talán lassabb. Mire jó ez az utolsó percben, meglátjuk. Azt látjuk meg, hogy az utolsó perc hogy lesz 5 perc, mert hogy ez nem fog simán menni, az biztos. Ez az óriási lelki teher ilyenkor. Zseba, aki idáig húzta a csapatát, most hibázott egyet. A második jó. Másodikat bedobta. És mostantól egy perc, 68-67-re a vendég. Már Körment vezet a kosárlabda bajnokság rájátszásában. Döntő első mérkőzés. Mészáros. Ő is kipontozódott. Zsoldos András edző úgy ugrálott a padon, figyeljetek oda, figyeljetek, hajtja. 52 másodperc, még minden lehet. Honvéd is kénytelen egy új játékost, egy szintén nagyon fiatal játékost pályára küldeni. Kocsis Zoltán, Kocsis Zoli az új játékos, mint irányító a Honvédnél. És bejön újabb, egy újabb csereember, még integet Zoldos, hogy jöjjön már, Kuzmin helyére, Sebő Tamás. Küldik. Hát lealacsonyítja a Zsoldos Bandi a csapatát, hogy az alacsonyabb játékosok hátra letámadással jobban labdát tudnak szerezni. Hát nézzük, hogy a fiatal játékerő, mert mondhatom azt hiszem így, mit fog a rutin ellen produkálni az utolsó percen belül, sőt, már csak 40, de látják az órát. Egy pont az előny az első találkozón. És Patonai Imre ugye azt mondta a találkozó előtt, hogy bizony, aki idegenben tud meccset fogni, az nagy előnybe lesz. Egy hiba. Kocsis Zoltán. Az utolsó 30 másodpercen belül vagyunk, Zsebe harcolt ki személyi hibát. És még annyit talán egy érdekesség, hogy a mérkőzés elején egyébként egy időkérés közben, szóval a mérkőzés elején ugye Patona Imre megtippelt, borítékolta nekünk, hogy 4 ponttal fog győzni csapata. Hát, eddig csak plusz 1. Nézzük pontosabban, sőt nézzük, sőt halljuk, hogy az utolsó fél percnek mi a taktikája. Ja, elég a kettes! Kocsis az irányító! Félhozzá labdát! Kuzmin! Kuzmin blokkolja! Gyula blokkolja a Kuzmin! Nagy blokkot, kemény blokkot! Pass nélkül! Csoki! Oda kell löpölni! Kiváltanak! Gyulának kell adni! Nem! Ide! Be a centernek! Bélának! Ez hihetetlen! Azt kell, hogy mondjam, hihetetlen, hiszen pillanatok alatt kell kidolgozni ezt a bizonyos akciót, a taktikát egy másodperc alatt kell lerajzolni. És még most kell majd dönteni a pályán, hogy a büntetődobásból Zsebe mit ér el, bedobja mind a kettőt, vagy csak egyet, hogy elég esetleg egy mezőnykosarat dobni, vagy mindenáron 3 pontost kell dobni. Feltetően azt Kuzmin fogja elvállalni a Honvédból. Az előbb azt mondtam, hogy ezt megírni, hát még megcsinálni. Na nézzük, 68-67-re a Körment vezet. És bent van, 69-67.
28 másodperccel a vége előtt, persze az óra természetesen a büntető alatt áll. Ha bedobja a Honvédnak, mindenképpen három pontos kell dobni. És kimarad. És ha most hármas dob a Honvéd, akkor egy pontos előnyben van. Kocsis hozhatja a labdát. Kuzmin próbálta magát kiverekedni, az ő neve is elhangzott ugye a kispadon. 12 másodperc. A támadó idő és az óra szinte egyszerre megy. 7 másodperc hátra. Csak egyenlő lehet. De nem! Megvan a labda a Markörmennél, és egy néző rohan be egy másodperccel a vége előtt. Na most mi lesz? A rendőrökön átszakítva, a kordont átszakítva, a körmendi szurkolók esnek be a pályára. 69-67. 2 perc, pontosabban 2 ponttal. Az első mérkőzésen a Mark Körment volt a jobb, és kedves nézők, tekintettel arra, hogy adásidőnkből elég kevés van már hátra, pillanatokból adjuk a szót a stúdiónak, még egy kis ünneplés. És Mezei Dániel kollégámat nem látom, de hallom. Megpróbálok oda menni Patonai Imréhez, a nézők mellett hagyatuláljak én is a győzelemhez. Nagyon drámai volt a vége. Nem hallok ám semmit. Nagyon drámai volt a vége, bízott abban, hogy győzött a csapat. Hát megmondom őszintén, amikor a játékvezetők kivették a kulcsjátékosainkat, akkor a Honvéd felé billent a mérleg, de itt egy-két rutinos játékos, mint a Hencse és a Zsebe átsegítették a csapatot azokon a holdpontokon. Én hagyj gratuláljak, és a mérkőzés legjobbjának, Edmondsonnak, hagyj adjam át, jó? A szaknépsor jutalmát, oda is adnám önnek, a szertőnek. Nem tudom odavinni, mert a szurkolóktól sajnos nem félek oda. Megpróbálja elehívni, de hát minden esetre odaadnám most önnek. Gratulálok. Még egyetlen kérdés, mi lesz Körmenden? Nehéz meccs lesz, ugyanilyen nehéz meccs lesz, mint ez. Mert a Honvéd egy jó csapat, de ugyanilyen nehéz meccs lesz az is. Köszönöm szépen, visszaadom Jöni Györgynek a szót. Köszönjük szépen, tehát még egyszer a végeredménnyel búcsúzunk. 69-67-re a Mark Körmend győzött a Danon Honvéd ellen a Dózsa György úton, tehát idegenben a rájátszás, a döntő rájátszás a első mérkőzésén. Megköszönöm Ránki Mátyásnak szakértő jelenlétét. És...